estét kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőit, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat! Kedves nézőink, Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, én is nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Intézményvezető asszony, lassan eltelik a nevelési év fele, hogyan zárták a fél évet, milyen programokat valósítottak meg? Az elmúlt időszakban, az adventi időszak folyamán az óvodai csoportjainkban, az óvodákban a szeretet jegyében zajlottak a mindennapok. Így nagyon sok program volt a szülőkkel közösen, kézműves tevékenységek, ajándékkészítések, a gyerekek megajándékozása. Majd az év végével pedig az óvónői kamarakórusunk, a Kun Rózsa kamarakórus egy nagyon szép városi rendezvény keretében a negyedik adventi gyertyagyújtáson egy nagyon szép műsorral kedveskedett nekünk, Karcagváros lakosságának, amelyben a óvodás gyermekek is felléptek, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon szép zárása volt az elmúlt évnek ez a karácsony előtti műsoruk. Mióta működik ez a Kun Rózsa kamarakórus, mit lehet tudni róla, hány tagja van? A Kun Rózsa kamarakórusunkat Nagyné Varga Csilla óvodapedagógusunk alapította. 2011 óta működnek. A műsorszámai között elsősorban népdalokat énekelnek, de műdalokkal is találkozhattunk már az előadásaik során. Valamennyi óvodánkból az éneket, éneklést kedvelő, szerető óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, akik bekapcsolódnak a kórus a kórus programjaiba, hiszen ők nagyon szeretnek énekelni, és a műsorokkal fellépnek óvodai rendezvényeken, intézményi városi rendezvényeken. Nekik ez egy kikapcsolódás, ebben a tevékenységben részt venni, nagyon szeretik. Beszéljünk most arról, hogy a nevelési évet hány tagovodával, hány gyermekkel, tehát milyen gyermeklétszámmal kezdték meg. A városban 9 óvodánk működik, 750 körüli a létszámunk, ez ugye azért folyamatosan változik, hiszen a gyerekek jönnek és mennek, néhányan költöznek, és a városunkba el is költöznek innen. Úgyhogy igen, magasak a csoport létszámaink, a 25 fős átlag létszámmal dolgozunk, 31 óvodai csoportunk van. Ez egyik oldalról nagyon nagy öröm, hiszen az óvodai csoportok megteltek az elmúlt évben, hiszen azt megelőzően azért megfigyelhető volt egy gyermek létszám csökkenés. Most nagyon örülünk neki, hogy most már teljes létszámmal. Ez ugye további fejlesztéseket igényel az óvodánk részéről, hiszen a személyi feltételeket is minél jobban szeretnénk biztosítani a gyermekek ellátása során. Úgyhogy az óvodapedagógusok pótlása, akik nyugdíjba mennek, ez egy nagyon nagy feladatunk, illetve új óvodapedagógusi álláshelyek betöltése. Ez a következő időszak nagy kihívása számunkra. Tehát akkor most ezek szerint van üres óvodapedagógusi álláshely. Hogyan lehet jelentkezni? Most fogunk meghirdetni 3 óvodapedagógusi álláshelyet, amelyre lehet jelentkezni. Ezek meg fognak jelenni a Karcagi Hírmondóban is, illetve azon a honlapon, az óvodánk honlapján, a város honlapján, ahol nyilvánossá tudjuk tenni, publikálni tudjuk az álláshirdetéseinket. Várjuk a fiatal jelentkezőket, tehát ennek érdekében az elmúlt időszakban nagyon sokat is tettünk, hiszen
nem olyan könnyű ma óvodapedagógusokat találni, nem csak Karcagon, hanem az ország valamennyi településén küzdenek óvodapedagógus hiánnyal. Mi még szerencsések vagyunk, hiszen fel tudtuk tölteni az álláshelyeinket az elmúlt időszakban is, bár ezért megtettünk nagyon sok mindent. Már a közösségi szolgálat idejére középiskolai diákokat, lányokat, fiúkat fogadunk, hogy megismerkedjenek az óvoda életével, a belső világával ebben az időszakban, amikor a pályaválasztás előtt vannak. Fogadunk nyári időszakra, nyári munka keretében is diákokat. Most pedig a legutóbb január elejét azzal indítottuk két kolléganőmmel, a Karcagi Református gimnáziumban voltunk egy pályaválasztási orientációs napon, amikor az óvodapedagógusi pálya szépségeiről adtunk tájékoztatást. Mi az óvodapedagógusi pálya legfőbb szépsége? Hát vagy hogyan lehet csalogatni a diákokat, fiatalokat erre a pályára? Azt gondolom, hogy a gyerekekkel való foglalkozás a mindennapokban, a gyerekektől kapott szeretet, támogatás, az ő velük való foglalkozás örömei az a hétköznapokban nagyon sok-sok feltöltő pillanatot ad a pedagógusok számára. Ezen kívül úgy gondolom és úgy érzem, hogy az óvodapedagógusi pálya az egy, nem egy székhez, egy asztalhoz kötött, hanem egy nagyon változatos tevékenységet biztosító hivatás. Hiszen ezt hivatásnak nevezhetem, azt gondolom, valamennyi kollégám nevében, hiszen nagyon elhivatottnak kell lenni, aki kisgyermekekkel foglalkozik. Hát a mindennapokban a 25 kisgyermek csillogó, ragyogó tekintete, amikor egy-egy tevékenységbe bekapcsolódnak az óvónénivel, az mindent felülmúl, úgy gondolom, és ez adja, akinek ez örömöt jelent, aki ezt megtapasztalja már, akár középiskolás korában, akár a pályaválasztás idején, azt gondolom, hogy ők azért fordulnak majd a pedagógusi pálya felé, hiszen amikor a pályára lépnek, ott pedig egy olyan előmeneteli rendszerrel találkoznak, ami egy 10-15 év alatt lehetőséget teremt a számukra, hogy olyan szakirányokat tanuljanak, amelyek számukra kedveltek, kicsit közelebb áll az egyéniségükhöz, tehetségükhöz. Így ezek a szakirányok lehetnek gyermektánc, oktató, fejlesztő, óvodapedagógus, a mozgás iránt elhivatottak, a mozgás területén is képezhetik magukat, és ezáltal egyrészt a pályán is előreléphetnek, másrészt pedig a saját maguk, önmaguk kiteljesedését is tudják támogatni, hiszen nagyon sok tehetséggondozó műhely működik az óvodánkban, amelyet olyan óvodapedagógusok vezetnek, akiket nem én vezetőként választok ki, hanem ők erre elhivatottságot éreznek, és tőlem megkapják azt a támogatást, hogy egy-egy műhely vezetésébe kezdjenek, és itt amellett, hogy a gyerekeket fejlesztik, kibontakoztatják, elindítják egy-egy tehetség területen, amellett a saját maguk önmegvalósításában is nagyon komoly sikereket tudnak elérni. Milyen, ugye azt mondta, hogy 31 csoporttal működik a Madarászimir Egyesített Óvoda. Milyen csoportok vannak most? Ugye amikor mondjuk én voltam óvodás, akkor volt kis csoport, középső csoport, nagy csoport, illetve ez a kérdésem egyik része, illetve milyen dolgozói létszámmal működik egy csoport? Ugye átlagban 25 gyermek van, akkor volt délelőttös óvonéni, délutános óvonéni, és egy dajka tartozott egy csoporthoz. Ez most hogy működik? Most a jelenlegi állapotok szerint az óvodákban szintén két óvodapedagógus dolgozik egy óvodai csoportban, a 25 kisgyermekkel. Minden csoporthoz ugyanúgy tartozik egy dajka néni. Ami változás az elmúlt időszakban, és ez nagyon nagy eredmény, hogy egy pedasszisztens, igaz, hogy három óvodai csoporthoz kapunk és tudunk alkalmazni egy pedagógiai asszisztenst, de az ő munkája, az ő támogatása, ő nevelő munkája az nagyon fontos, és nagyon nagy mértékben segíti a nevelő munka eredményességét. Ezeken a feltételeinken még az elkövetkezendő időszakban, továbbiakban is szeretnénk javítani, hiszen az intézményünkben integrált nevelést is megvalósítunk, és
Ebben nagyon fontos, hogy gyógypedagógusok is legyenek mellettünk. Jelenleg is van olyan óvodapedagógusunk, aki gyógypedagógusi végzettséggel rendelkezik. Az elkövetkezendő időszakban is szeretnénk ezt tovább bővíteni, ennek a pedagógusi körnek a létszámát, hiszen az ő támogatásuk az elengedhetetlen, a szaktudásuk abban, hogy megvalósítsuk eredményesen az integráció által vállalt feladatainkat. Tehát ugye mondjuk ezt nem tudja mindenki, hogy mit jelent, akkor most ezt kérem, hogy magyarázz el a nézőknek, tehát ugye sérült gyerekeket is fogadnak minden óvodai csoportba, vagy ki vannak jelölve bizonyos csoportok erre a feladatra? Igen, a sajátos nevelésigényű gyerekeket elsősorban azokban az óvodákban fogadjuk, ahol alacsonyabb csoportlétszámba tudunk, hiszen ők nagyobb odafigyelést igényelnek, és az integráció mellett mondhatom azt, hogy inkluzív, egy befogadó óvoda vagyunk, befogadó csoportokkal, hiszen nagyon sok esetben nem is tudják azt a többi szülő, hogy sajátos nevelésigényű gyermekek, hiszen csak abból lehet következtetni, hogy ő külön fejlesztési foglalkozásra jár hozzá a gyógypedagógus, fejlesztő pedagógusok foglalkoznak a beilleszkedési problémával rendelkező gyermekekkel, és hát ezekben a csoportokban, ahogyan az előbb kérdezte, hogy milyen vegyes vagy tiszta csoportjaink vannak, ugye vannak olyan óvodájaink, ahol vegyes csoportok, vannak olyan óvodájaink, ahol még ez a régi hagyományos kisközépső nagy csoportos homogén csoportjaink vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy melyik óvodában melyik típus van, ez inkább függ a nevelőközösség pedagógiai beállítódásától is, és függ a pedagógiai programunknak az arra az óvodára vonatkozó pedagógiai elveitől is, és akkor ebben igazándiból a nevelőtestület döntése az, hogy milyen csoportszervezésben indítjuk az évet, és hát természetesen itt a szülők igényeit is figyelembe tudjuk venni, illetve ezáltal ki is tudjuk elégíteni a beiratkozáskor, hiszen vannak, akiknek az egyikkel, vannak, akinek a másikkal vannak pozitív tapasztalatai. Ugye mind a kettőnek van előnye, hátránya, ugye azt mondják, hogy ha vegyes csoport van, akkor a nagyobb gyerekektől tanulhatnak a kisebbek. Az ön vagy az önök, a nevelők véleménye szerint melyik a jobb? Hát vagy nem lehet ezt így eldönteni? Én azt mondom, ahogyan fogalmazott, hogy mindegyiknek van előnye. Hát nagy előnye a vegyeseknek, amikor beszokatási időszak van, hogy ott ugye néhány, 7-8 új kisgyermek érkezik a csoportba, és egy olyan csoportba, ahol már egy kialakult szokásrend van, és oda szinte egy-két nap alatt beilleszkednek. Talán sírás nem is nagyon szoktunk hallani ott a szeptember-októberi időszakban. A tiszta csoportoknál ez az időszak egy kicsit nehezebb, hiszen ott azért 25 kisgyermeket folyamatosan, szeptember-október, november, így van, amikor jön a következő új kisgyerek, akkor aki már beszokott, az is elkezdi. De azt gondolom, ott pedig az előnye azért, amikor 25 nagycsoportos kisgyermekkel akár egy műsor, akár egy szülőkkel közös program, tehát az abban a szervezésben a testnevelés, a mozgásfejlesztés, az ugye egész csoporttal zajlik, míg a vegyes csoportnak, tehát például bontott, osztott csoportban, vagy akár csoportok közötti kooperációba valósítjuk meg, hiszen azért a 3 éves az nem ugyanazokra a mozgás tevékenységekre képes, mint a 6-7 éves, és nem is ugyanarra van szüksége, úgyhogy azokban a csoportokban pedig osztott tevékenység keretében valósítjuk meg. Az egyik tagóvodájuk most nem működik, hiszen felújítás alatt áll az intézmény, ez pedig a Zöldfa úti óvoda. Mit lehet róla tudnunk, hol tart most a felújítás, milyen lesz, ha kész lesz? Igen, nagyon nagy örömünk, hogy az elmúlt években az intézményünk fenntartójával, Karcagváros önkormányzat vezetésével, a képviselőtestülettel nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani az intézményünkben, és most éppen a Zöldfa úti óvodánknál tartunk. Megkezdődtek a munkálatok az ősz folyamán. A gyerekekkel a Dózsa György út 4 szám alatti épületben vagyunk. Nagyon szépen kialakítottuk nekik az óvodai csoportokat.
Hát igyekszünk mi ott teljes mértékben helytállni, hogy a nevelésben a gyerekeknek semmiben ne legyen hátránya, de nagyon várjuk, hogy elkészüljön a szép új óvodánk, hiszen ott egy teljes körű felújítás, minden csak a falak maradtak. Mm. Azt hiszem decemberben voltunk itt a helyszínen polgármester úrral, akkor már a belső munkálatok zajlottak most. Így van, igen, már a külső, az épület burkolása, a szigetelő burkolása megtörtént, a nyílászáró cserék is megtörténtek, készen vannak, úgyhogy most már belül dolgoznak, burkolnak, kiválasztottuk a burkoló lapokat, a csempéket, tehát egy nagyon szép színes óvoda lesz belülről is, úgyhogy nagyon gyerekcentrikus és gyermekközeli hangulatot és légkört próbálunk kialakítani a belső terekben, bár igaz, ez az épület óvodának épült annak idején is, úgyhogy ez egy nagyon jó elrendezésű, hiszen minden csoportunkhoz tartozik egy saját öltözőhelyiség, egy saját mosdóhelyiség, egy saját fedett terasz, így a mindennapokban nagyon-nagyon hatékonyan tudják megvalósítani az óvodapedagógusaink a nevelést, a fejlesztést, hiszen akár délelőtt 9 órakor, 10 órakor egy kis mozgásos tevékenységre, a fedett teraszra ki tudnak menni, akár egy... Tehát magyarul nem kell körbe menni az egész épületet, hanem magából a csoportszobából így ki tudnak van. Menni jó az udvarra. Jó idő esetén öltözködni sem kell, cipőt váltani sem kell, hanem már is kint vannak, és a saját kis teraszukon, ahol tényleg csak az a csoport van, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó feltételeket biztosító óvodánk volt eddig is, most meg már nagyon-nagyon szép is lesz, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és hát nagyon bízunk benne a kivitelező tervei. Én ezt akartam kérdezni, hogy várhatóan mikor költöztetnek vissza. Ígéretei szerint ezt a nevelési évet itt töltjük, és a következőt már ott fogjuk kezdeni szeptemberben. Ezen kívül milyen felújítások zajlanak még óvodai szinten? Emellett folyamatban van a Táncsics körút 19-es óvodába egy tornaszoba építése. Ennek ez a kis Táncsics? Nem, ez a nagy ez Táncsics. Ez a nagy Táncsics. Igen, hát a kis Táncsicsnak sajnos ott az udvara az olyan pici, hogy ott igazándiból ilyen fejlesztést nem tudunk megvalósítani, de a két óvoda közelsége az lehetővé teszi, hogy ezt a tornaszobát, amely most fog majd megépülni, ezt mind a két óvoda gyermekei tudják majd használni. Jelenleg a kiviteli tervek készítése van folyamatban, és ezt követően kerül sor a kivitelező kiválasztására és a munkálatok megkezdésére, amire pontos időpontot nem tudok, mert itt a leghamarabbi időpontban el fogjuk kezdeni a munkálatokat, hiszen olyan területen épül az óvoda udvarán, hogy akár ez lekeríthető is lesz a gyermekektől, még ha nevelési év közben kezdjük meg a munkálatokat is, mert szeretnénk, hogy minél hamarabb megépüljen, és minél hamarabb birtokba tudják venni ezt is az óvodás gyermekeink. Ezen kívül vannak-e még folyamatban pályázatok, illetve vannak-e tervek? Igen, az infrastrukturális fejlesztések mellett nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk a belső tartalmi szakmai fejlesztéseinket. Több vonalon indultunk el az elmúlt időszakban, hiszen egy nagyon-nagyon innovatív, együttműködő, nagyon nagy szakmai tudással rendelkező nevelőközösségnek lehetek a vezetője, ami nagyon nagy öröm számomra, hiszen együtt nagyon sok fejlesztésbe tudtunk bekapcsolódni az elmúlt időszakban. Ezek közül szeretném kiemelni a tehetséggondozásban végzett munkánkat és eredményeinket, hiszen ezek minden évben nyertes pályázatokkal, nyertes projektekkel tudjuk ezt a munkánkat továbbfejleszteni. Jelenleg 7 tagovodánkban, 7 pályázati projekt zajlik, valósul meg különböző tehetségterületeken. Emellett a Karcagy és Térsége Tehetségsegítő Tanács alapítója az intézményünk, és mondhatom azt, hogy a programoknak a fő szervezője, és ennek is most van, ez a 8. pályázatunk, amellyel a tehetséggondozást tudjuk segíteni. Ez azért nagyon nagy öröm számunkra, hiszen itt a város óvodásai mellett az általános iskolások is be tudnak kapcsolódni egy-egy programba, a középiskolások is. Nagyon szoros kapcsolatot és együttműködést alakítottunk ki az alkotóművészekkel, akik szinte mondhatom, hogy
mozgatórugói és támogatói valamennyi tehetséggondozó programunknak. Nagyon nagy támogatója a tehetséggondozásnak polgármester úr is, aki a Karcagés térsége tehetségsegítő tanács elnökeként támogatja a térségben ezt a tevékenységet, hiszen ahogyan mondom, ez egy nem csak Karcagon, hanem térségi tevékenységünk, és itt a szakmai munka fejlesztése mellett nagyon fontos feladatunk a térségben lévő óvodákkal, iskolákkal való kapcsolattartásunk. Ennek keretében december végén Békés Csabán voltunk egy szakmai konzultáción, ahol a karcagi tehetséggondozó munkát tudtuk bemutatni. Erre kaptunk lehetőséget, ez nagyon-nagyon öröm volt számunkra, hiszen itt a térségből egy közel 40 pedagógus volt kíváncsi arra, hogy milyen tevékenységet végzünk, és hogyan végezzük azt, hogy ők is tudjanak profitálni a mi általunk kidolgozott, bevezetett gyakorlatokból. Az esélyteremtő óvoda programjairól mit kell tudnunk? Esélyteremtő óvoda kifejezetten a hátrányos helyzetű gyermekek támogatását, nevelőmunka támogatását, új módszerek kidolgozását, bevezetését segíti és támogatja. Ez egy kiemelt uniós pályázat, 5 óvodánkkal tudtunk bekapcsolódni. A Kinizsi, a Kuthen, a Szim, a Takács és a Zöld Fauti óvodánkkal. Ennek körülbelül a felénél járunk a pályázatok megvalósításában. Ez is egy országos kapcsolati háló keretében megvalósuló projekt. Szakmai programokat dolgozunk ki, a gyermekek egyéni fejlesztését valósítjuk meg, új módszereket vezetünk be, megújítjuk a meglévő módszertárunkat, ehhez a pályázaton belül eszköztámogatást kapunk, a pedagógusok képzéseket, képzéseken vehetnek részt, műhelymunkákat vezethetnek, és abban vesznek részt, úgyhogy ennek most a felénél tartunk, de azt gondolom, hogy már most láthatóak az eredményei. És ehhez kapcsolódóan igaz egy másik projekt keretében az Arany János úti általános iskola keresett meg bennünket, az óvoda iskola együttműködését erősítő, támogató és az iskolai lemorzsolódást csökkentő pályázatokban egy együttműködésre. Úgyhogy ez is folyamatban van, és ez mind a két pályázat a következő nevelési év 2020 végéig fog tartani. Mi a következő nagyobb program, amire készülnek? Folyamatosan most már ugye a tavaszi időszakra elkezdtünk készülni, tervezni. Elkészítettük a 2019 évi rendezvényeink naptárját. Most a következő programunk, ez holnap lesz, 23-án, január 23-án, ahol a Tehetséges Életutak 3 iskolás kisgyermeket fogunk bemutatni, akik az óvodájainkból indultak el. A tanítónénikkel, a zenetanárokkal, a tánctanárral együtt, és természetesen a szülőkkel. Ezt követően a nagyobb intézményi programjaink közül 2 szeretnék most kiemelni. Március 27-én kerül sor a Karcagés térsége tehetségsegítő tanács szakmai fórumjára, amelyen részt vesznek az óvodapedagógusok, az általános iskolák képviselői és a térség pedagógusai és a tanács valamennyi tagja. Ezt követően pedig április 3-án szintén egy térségi rendezvény szervezésére kerül sor az intézményünk vezetésével, hiszen a Zeneművészeti Egyetemmel is egy nagyon szoros együttműködő kapcsolatot alakítottunk ki, melynek keretében az óvodai zenei nevelés megújítása került célkitűzésre, és ebbe bekapcsolódott a mi intézményünk is, és ennek a projektnek az eredményeit, az elért sikereket, az ott kidolgozott módszereket fogjuk bemutatni április 3-án. Intézményvezető asszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, további jó munkát és sikeres programokat és pályázatokat kívánunk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönjük szépen az érdeklődést. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.
Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! A szülészeten létezik egy úgynevezett aranyóra program. Mi ez tulajdonképpen? Igen, hát ez nem azt a hagyományos értelemben vett órát jelenti, hanem egy óra hosszán keresztül szülést követően a újszülött az édesanyánál vagy az édesapánál van, és a bőr a bőrrel kontaktus, ha anyukánál van, és bőr a szőrrel kontaktusnak hívjuk akkor, hogyha az édesapánál. Ez az utóbbi eset, főleg császármetszéseknél fordul elő, ugye, akkor ahogy kiemeljük az újszülöttet, anyukát operáljuk, apuka viszont a szülőszobán az ágyon lefekszik, és a mellkasára tesszük az újszülöttet, minden fürdetés ellátás nélkül, és egy órán keresztül ott vannak együtt. Ezt nevezzük aranyórának. Mióta folytatják ezt a programot, és mennyire kedvelt vagy népszerű itt a kórházban? Néhány évvel ezelőtt vezettük ezt be, és azok az apukák, akik ezt az aranyórát kérik, amíg el nem mennek az osztályról, gyakorlatilag nem józanodnak ki, a öröm mámorába úsznak. Ez térítésmentes? Tehát ez úgymond bárkinek igénybe vehető? Természetesen, ezt bárki választhatja és kérheti. Gyakoribb ugye az, hogy az anyukák, illetve együtt szülés esetén, anyuka-apuka együtt van az ellátást követően a szülőszobán még egy órát az újszülöttjével. Ha jól tudom, az új év első napjaiban is vettek igénybe ilyen programot. Ki született és milyen adatokkal? Igen, ma is volt egy ilyen szülés, egy császármetszés követően. Második császármetszést volt az anyukánál, és az apuka kérte ezt az aranyórát, és hát nagyon-nagyon boldogan vette. Egy új programban vettek részt itt a karcagi Kátai Gábor kórházban. Mi volt ez a program, és miért választották? Az aranyóra programban vettünk részt. A doktor úr tájékoztatott bennünket a szülés előtt, hogy erre van lehetőség, természetesen igen mondtunk, és mivel császármetszéses volt a szülés, ezért az én mellkasomon pihent a kislányunk, ma született meg. Milyen érzések fogták el önt a szülés után? Nagyon jó érzés volt természetesen, jó érzés volt elsőnek a kezemben tartani a kislányunkat, és hát nagyon felbecsülhetetlen az érzés. Ajánlom mindenkinek, akinek van lehetősége, hogy ezt vegye itt igénybe. Második gyermekük született, tervezett baba volt, vagy hogy született ő meg? Igen, tervezett baba volt, második már van 4,5 éves kislányunk, úgyhogy most nagy az öröm a családban, hogy mindenki várja őket haza. Nagy tesó is várta a testvért? Igen, igen, már tűkönül, hogy láthassa majd ő is. A kormány döntött az ápolási díjakról is, itt is változások léptek életbe. Mik ezek a változások, mit kell tudni 2019-től? Továbbra is háromféle ápolási díjat folyósítunk, az alapösszegű, az emelt és a kiemelt összegű ápolási díjat. 19. január 1 napjától jelentős növekedést állapított meg a kormány, 15%-kal nőnek az ápolási díjnak a bruttó összegei. Az ápolási díjnak az alapösszegű ápolási díj összege bruttó 37.490 forintra emelkedett. Az emelt ápolási díj összege 56.400 forintra, a kiemelt ápolási díj pedig 67.485 forintra emelkedett. Jelentős emelésről beszélünk, nyilván akik már részesülnek ebben, azok megkapják ezt az emelést. Mi van abban az esetben, ha valaki igényli ezt a szolgáltatást, ezt a díjat, hogy kell megtenni? Igen, akik jelenleg is kapják az ápolási díjat, ott semmi teendő nincsen, nem kell befáradni, külön kérelmezni, automatikusan megemelésre kerülnek az összegek. Akik új kérelmezők, a kormányablakosztálynál a kérelmezhetik kérelemnyomtatványon az ápolási díjat, ahol szintén személyes adatokra, jövedelmekre van szükség, a betegségének az ápolt személy betegsége igazolására, orvosi papírokat kell behozni hozzá, és az ügyintézők mindenben
teljes mértékben fogják segíteni az ügyfeleket. Jelentős emelésre beszélünk. Volt-e már ekkora emelés az elmúlt időszakban? Ilyen nagy emelésre még nem volt példa. Úgy érezzük, hogy most az ápolásra szorulóknak maximális támogatása következett be. Bővült esetlegesen az ellátásra jogosultak köre? Igen, bővült. Az ápoló jogosultsági kör bővült, a volt gyermekvédelmi nevelőszülőkre is vonatkozik. Ezt követően valamint, aki elhunyt házastársának szülőjét, testvérét ápolja, gondozza, ő is igényelheti most már az ápolási díjat. Ha lehetett arról is olvasni, hogy aki 20 évig gondozta gyermekét, ápolási díjban részesült, az is egy külön összeget kaphat, erről mit lehet tudni? A gyermekek otthongondozási díjára lesz ő is jogosult. Az eddigi átlagosan 35-50 ezer forint körüli összeg most bruttó 100 ezer forint összegre fog emelkedni. Köszöntöm nézőinket, a karcagi tűzoltóságon beszélgetek Kovács Zoltán tűzoltózászlóssal és Balta Mihály tűzoltó főtörzsőmester, akik az elmúlt hetekben egy nagyon nagy hőstettet hajtottak végre, és ezért kaptak egy elismerést is. Mi is történt ezen a napon? 2018. november 9-én Karcagon a Jókai utcába riasztották a Karcag 1-est és a Karcag visszaállítót lakóház tűzhöz. A Karcag 1-es hatfős legénysége éppen káresetnél volt kis visszaálláson, és a Karcag visszaállító a laktanyába tartózkodott, de viszont egy fő van a visszaállítónkon, és mivel mind a kettenben voltunk a tűzoltóságon, így mentünk segíteni a visszaállító sofőrjének, hisz tudtuk, hogy egy fő egy ilyen nagyobb káresetnél nagyon kevés, és kell egy kis idő, mire a Karcag 1-es visszaér Karcagra. És akkor ön számára is természetes volt, hogy ahogy meghallott ezt a jelzést, indul. Úgy tudom, hogy ön ért hamarabb a helyszínre. Igen, én értem ki legelőször a helyszínre, tájékozottam, hogy kik laknak ott, tartózkodik-e még valaki a helységben, hol tudom leáramtalanítani az épületet, és hogy van-e bent esetleg gázpalack, vagy egyéb anyag. Az ott lakó azt a felvilágosítást adta, hogy egy gázpalack található, a tűzzel akkor még nem érintett, de veszélyeztetett helységében. Ekkor érkezett ki a visszaállító és a zászlós. Együtt segítettünk a visszaállító sofőrjének sugarat szerelni, és vele közösen hatoltunk be az épületbe. A tűzoltás közben vettük észre a gázpalackot, és azt leválasztottam a tűzhelyről, és kivittem az épületből. De gondolom, hogy ilyenkor egyikőjük sem mérlegetett. Bent voltak, nem lett volna kötelességük vonulni, de hát azt gondolom, hogy mind a ketten vérbeli tűzoltók évtizedek óta ezt csinálják, tehát egyértelmű volt, hogy indulnak. Igen. Ilyenkor nem gondolkozik az ember. Próbál segíteni, ahol tud, és ugye tudtuk, hogy a kollégának nagy segítség az, hogyha mi is kint vagyunk a helyszínen. Volt idő arra, hogy gyorsan belelépjenek a ruhába, a mentési ruhába, öltözetet felvegyék, vagy úgy, ahogy voltak, úgy indultak? Én teljesen civilben voltam, nem volt erre. Amikor én még elindultam a káresethez, nem is gondoltam, hogy be fogok az épületbe is hatolni, és esetleg bentről gázpalackot hozok ki. Én azzal a segítségnyújtással indultam ki a kárhelyre, hogy esetleg a sofőrnek csak tömlőt segítek lehúzni, vagy táplálást szerelni, vagy esetleg valamilyen felszerelést a kezébe adni. Egyébként mekkora tűz volt ez? Tehát amikor kiérkeztek, mekkora lángokkal égett? Vagy csak az alsó épület égett? Az alsó épület égett, de ha megvártuk volna az első szert, és még a vízszállító nem tud velünk együtt beavatkozni, akkor lényegesen nagyobb károk lettek volna. Gondolom, hogy azért úgy tudom, hogy ott gyerekek is laktak, tehát felnőttek gyerekek, tehát itt az ember élet volt a legfontosabb, amit mentettek először. Mire kiérkeztünk, a ott lakó 4 éves gyermek, ő már nem volt az épületben, viszont égési sérüléseket szenvedett. És akkor megérkezett a felmentő sereg, ahogy mondani szoktuk, visszaért a másik fecskendő. Akkor mi történt?
Hát mi mihest megérkezett az első szer, átadtuk az információt, amit oltás közben tapasztaltunk, és mivel megfelelő egység volt a helyszínen, így mindenki hazament a helyszínről, tehát nem maradtunk ott tovább. Esetleg, hogyha ugyanezt történne ma, ugyanúgy indulnának, hogyha nem kellene vonulniuk? Természetesen. Azt gondolom, hogy ez azért is fontos, hiszen önök házában is bármikor keletkezhet kár, hiszen nem tudjuk, hogy itt mi okozta, és hát önöknek is jól esne, akkor gondolom, hogyha mások segítenének. Ne legyen erre példa, de azt gondolom, hogy ezzel önök példát mutattak. Szerintem igen, példát mutattunk, de aki ennyi éve tűzoltó, mint Zoli és én, valahol ez egy kicsit ösztönös volt. Én azt kívánom, hogy máskor is így tegyenek, és hát ne ilyen sok eset forduljon elő, és hát a tűzoltó munkájukhoz pedig még jó erőt, egészséget kívánok, és hát még egyszer gratulálunk ehhez a jeles kitüntetéshez mindkettőjüknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, most Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik. A napokban Kenderesen egy óvoda átadáson jártunk Kovács Sándor országgyűlési képviselővel. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Kenderesi Szent Imre Katolikus Iskola és Lilium óvoda átadó ünnepségén. Kevés örömteli feladata lehet egy polgármesternek, mint hogy egy felújított óvodát adjon át. Ünnep ez a nap városunk életében, amely mostantól egy csodálatosan szép, megújult intézmény mondhat magáénak. Kenderes város közössége minden tettében magában hordja múltja örökségét, erejébe vetett hitét és jövőt építő igyekezetét. A jövő záloga pedig a gyermek, aki az egy szemében ránk bízott emberiség. Ennek felismerése és a szülőföld szeretete ösztönözte elődeinket is az óvoda megépítésére. Ez az épület sok-sok évtizeden át, 1930. szeptember 1-től nemzedékek egész sorát fogadta falai közé, akik értő óvodapedagógusok, dajkák, gyermekszeretettől vezérelt igyekezete nyomán nevelkedtek és készültek az iskolás évekre. A régi épülethez 1989-ben épült egy új szárny, mely már lényegesen modernebb stílusban készült. Az idő múlásával a régi épületszárny olyannyira elhasználódott, hogy az már-már veszélyessé vált. Korábban voltak próbálkozásaink forrásszerzésre, de önerő hiányában valamennyi meghiúsult. Nagy öröm volt számunkra, hogy a topos pályázatok keretein belül uniós forrásból középületeink megújulhatnak, és elsőként a Lilium óvoda épülete. Miért volt fontos számunkra ennek az épületnek a felújítása? Mindenekelőtt azért, mert hiszünk abban, hogy ez itt a mi országunk, a mi városunk, és ez az ország, ez a város 40 év múlva olyan lesz, amilyenné a most 3 és 4 évesek lelkülete és munkája tenni fogja a következő évtizedekben. Egy ókori szentírat szerint a világ a gyerekek leheletén épül fel. Ez azt jelenti, hogy amit a gyermekeink látnak, hallanak és tanulnak, amilyenni az ő lelkületük formálódik, olyanná lesz majd a világ általuk. Jézus azt mondta, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké a mennyek országa. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be oda.
Ennek az intézménynek a falain elhelyezett jelképek, úgy mint a feszület, a szent képek jelzik, hogy itt a kisgyermek többet kap. Többet, mert itt a napi foglalkozásokba beépülve, a sok-sok ismeretanyagon túl a római katolikus egyház tanításainak megismertetése is feladata az óvodapedagógusoknak, kitoktatóknak. Hálásan köszönöm munkájukat, külön köszönöm Koltavári Attila plébános úrnak az egyházi oktatásban és nevelésben nyújtott támogatását, segítségét. Olyan embereket szeretnénk nevelni, akiknek van erkölcsi tartásuk, és akik szeretik hazájukat, benne szülővárosukat, és ezt akarják majd építeni, ha felnőnek, amiért áldozatra is képesek, ha arra szükség van. 3 év távlatában bátran kijelenthetem, hogy látványos eredménye van az egyházi oktatásnak. Ebben bíztunk, ebben hittünk, amikor kezdeményeztük érsekatyánál az intézmény átvételét az iskolával együtt. Ezúton is köszönöm támogatását, és arra kérem az egyházmegye képviselői, hogy tolmácsolják Kenderes város köszönetét minden nemű támogatásáért. Kedves vendégeink! A magyar kormány számára kiemelten fontos a családok támogatása, melyre több milliárd forintos forrást biztosítanak. Ebbe a bölcsöde és óvoda építésen kívül beletartozik az ingyenes gyermekétkeztetés, az ingyenes tankönyvellátás, a családi adókedvezmények, az otthonteremtési kedvezmények biztosítása. A támogatások maximális kihasználását tűzte ki célul városunk képviselőtestülete, és nyújtott be pályázatot valamennyi középületünk felújítására, szennyvíz és belvíz csatorna hálózat kiépítésére, közterületek megújítására, templomépítésre és felújításra, külterületi utak felújítására. Pályázataink minden esetben sikeresek voltak, megvalósításuk folyamatban van. Kenderes város önkormányzata által a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül benyújtott a TOP 1.4.1.15.1 2016-00014 azonosító számú óvoda felújítás megvalósítása Kenderesen elnevezésű pályázat a 2017. augusztus 11. napján kelt támogatói döntés szerint 100 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 100%-os volt. A Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnöki Iroda tervei alapján újultak meg az óvoda épületei. A projektmenedzsment és a kötelező tájékoztatás nyilvánosság feladatai a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Látta el. A felújításokhoz belső átalakítások, korszerűsítések, új főbejárat, fedett terasz és új udvari térburkolatok is társultak. A régi épület részben többek között a belső padlóburkolatokat újítottuk fel, új vizes burkokat, akadálymentes vécét, foglalkoztató szobát alakítottunk ki. Mindkét épület részben cseréltünk nyilászárókat, felújítottuk a homlokzatot, melynek eredményeképpen egy korszerű, akadálymentes, a helyi igényeket teljes mértékben kielégítő létesítmény jött létre. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást követően a szerződést 2018. július 23. napján írtuk alá a Lisznyai Építőipari Kft.-vel. A vállalkozó szerződéses feladatainak teljes körű ellátásáért nettó 70.283.141 forint vállalkozói díjra volt jogosult. A kivitelező szerződés szerinti teljesítési határidőre 2018. október 31. napjára elkészült a munkálatokkal. A projekt keretein belül eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik, így a régi óvodai fektetők egy részét korszerű,
új eszközökre tudjuk cserélni. A közbeszerzési feladatokat Bakos László látta el. A műszaki ellenőr, a fegyverneki területfejlesztő központ és mérnökiroda részéről Bakos László volt. A rehabilitációs szakmérnöki feladatokat a Japán RB Kft. Végezte. Az épület energetikai munkát Jobbágy Krisztina egyéni vállalkozó látta el. Köszönetemet szeretném kifejezni dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak segítő támogatásáért, Kovács Sándor képviselő úrnak, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés előző elnökének, aki abbéli minőségében biztosított bennünket támogatásáról, a választás óta pedig egyéni országgyűlési képviselőként számíthatunk segítségére. Köszönöm a Jász-Nagykun-Szolnok megyei államkincstár munkatársainak, a tervezőknek, a kivitelezőknek, a Városgazdálkodási Intézményünk munkatársainak, a projekt lebonyolításában résztvevő valamennyi közreműködőnek színvonalas, értékes munkáját. Köszönöm képviselőtársaimnak, a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek segítő közreműködését. Külön szeretnék köszönetet mondani Nagyné Lenge Margit igazgatónőnek, Gyulai Farkas Edina, a Lilium óvoda vezetőjének, és valamennyi óvodapedagógusnak, Dajkának azért, hogy a felújítás ideje alatt is működtetni tudták az intézményt. Végezetül Isten áldását kérem minden kicsi gyermek testi, lelki egészségére és növekedésére, értelmi és erkölcsi kibontakozására, az itt dolgozó munkatársak szolgálatára, minden óvónő és dajka, régiek és újak, szép és felelős munkájára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kedves gyerekek, óvónők, dajkák, kenderesiek, és minden kedves vendég, aki együtt örül a kenderesiek újabb sikeréhez, ennek a méltányoly patinás település, méltányoly híres város újabb előrelépéséhez. Minden szülő tudja azt, hogy a családnak és a szülőnek legdrágább kincse a gyermek. Hiszen a gyermek az, ami a jövőt biztosítja, és tudjuk azt, hogyha egy gyermek, a főleg kicsi, vigyázni kell, gondoskodni kell róla, és egy szülő nagyon megnézi azt, hogy kinek a gondjaira bízza a kicsi gyermeket. Még a közeli családtagoknál is ritka, hogyha a gyereket, főleg a kicsi gyereket rábízza. Nagymamára, nagypapára, testvére még talán. De idegenre, nem rokonra, nagyon ritka. És megnézi azt, hogy kire lehet bízni egy kicsi palántát. És a szülő, amikor rábízza valakire, akkor először megnézi, hogy hova megy. Megnézi az épületet. Amikor jön egy szülő, egy kenderesi szülő, és megnézi ezt az épületet, azt mondja, hogy szép. Örül, hogyha ide fog járni a gyermek. De az épület csak egy héj, egy külső burok. Olyan, mint a diónak a héja, csak védi azt, ami benne van, ami értékes. És amikor bejön ebbe az intézménybe, látja csillogó szemű gyerekeket, látja azokat az óvodapedagógusokat, azokat az óvónőket, akik vigyáznak ezekre a gyermekekre. És nem csak vigyáznak, hanem nevelik is őket. Hiszen meghatározó az, hogyha egy 3 éves gyermek 6 éves koráig milyen nevelést, milyen oktatást kap. Mint a palánta, amikor még kicsi, ha nem kap elég vizet, elég meleget, elég napfényt, akkor sose lesz belőle egészséges, szép növény. Ilyenek a gyerekek is, és ezért nagyobb feladat egy óvónőnek, egy dajkának a feladata. És ebben az épületben megvan minden, ami szükséges a kisgyermekek neveléséhez. Megvan a modern, felújított épület. Megvannak a játékok, megvannak az eszközök. Megvannak a szakmailag magasan képzett, szerető, gondoskodó, óvónők, dolgozók. És megvan még egy nagyon fontos dolog, amelyet
Ha belépünk az épületbe, nem láthatunk, hiszen nem láthatja emberi szem. Megvan rajta az Isten áldása is, és nem kell több egy ilyen intézménynek. Én kívánom azoknak, akik itt dolgoznak, azoknak a gyerekeknek, akik ide járnak óvodába, és azoknak a szülőknek, akiknek a gyerekei nagyszülőknek ide járnak, hogy úgy nevelkedjenek ezek a gyermekek, ahogy legjobb álmunkban, legjobb szándékaink szerint szeretnénk. És olyan felnőttek legyenek, akire ezt a várost, ezt az országot nyugodt szívvel rábízhatjuk. Én kérem mindenkit, hogy örüljünk együtt Kenderesváros újabb közös sikerének. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Egy jelentős beruházás végére értek Kenderesen. Mi volt ez a beruházás? Hát a beruházás óvodafelújítása Kenderesen címmel valósult meg. Egy 100 milliós összegű pályázati forrás nyertünk, és ebből újult meg nagyon szépen a kenderesi Lilium óvoda. Komplex felújításról beszélünk? Mit tartalmazott ez a pályázat? Komplex felújításról van szó, külső-belső formájában megújult ez az épület együttes. Van egy új szárnya, ami 89-ben épült, de emellett a régi szárny már életveszélyessé vált szinte, tehát feltétlen szükséges volt ez a felújítás. Hány gyermek jár ebbe az óvodába, és mit jelent a városuknak, településüknek ez a fajta beruházás? 140 kisgyermek jár ebbe az óvodába. Tudni kell, hogy Bánhalma külterületi lakott hely is ide tartozik közigazgatásilag. A Bánhalmáról is jár be, illetve hordunk be kisbusszal kisgyerekeket ide. Nagyon fontosnak tartottuk ennek a gyermekintézménynek a megújítását, hisz tudjuk, hogy a jövő záloga a gyermek, és az életének az első szakaszát itt tölti, mielőtt iskolába megy. Nyilván nem mindegy, milyen körülmények között. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy ez az óvoda, ez nem pusztán gyermekmegőrző, nem csak közismereti dolgokat sajátítanak el, hanem olyan lelkiség uralkodik ebben az intézményben. 3 év óta, mióta a Római Katolikus Egyház átvette az intézmény működtetését, ami ugyancsak meghatározza ezeknek a gyerekeknek és a városnak a jövőjét is. Ez egy mérföldkő tehát a település életében, de bizonyára további tervek is vannak, akár az oktatási nevelési intézmények megújítására, illetve egyéb felújításokra. Ha röviden összefoglaljuk, mik ezek? Hát nagyon büszke vagyok polgármesterként arra, hogy mi valamennyi pályázatunkat, amit benyújtottunk, mindegyik sikeres volt. Tehát a felújítások hosszú sora következik. Volt, amelyik megelőzte már ezt az átadási ünnepséget, például a játszótérnek az átadása, ami ugyancsak a gyerekek érdekét szolgált, egy csodálatos játszóteret, illetve kettőt építettünk, és jött ugye az óvoda, ezt követően minden iskola épületünk megújul, tehát az 1-es, 2-es számú iskola épület, sőt a 3-as számú iskola épület is, ami nem oktatási célokat szolgál, mert most jelenleg üres, de hasznos funkciót fog ellátni. A városházánk külső-belső megújítása megtörténik, hamarosan folyamatban van a közbeszerzési eljárás, a szennyvíz-belvíz csatorna hálózat kiépítése is folyamatban van Bánhalmán és Kenderesen a szennyvíz. Ezen túlmenően pályáztunk külterületi úthálózat felújításra, ami ugyancsak egy nyertes pályázatunk volt, járda felújításra, ami ugyancsak nyert. A szomszéd telken van egy bölcsödénk, most induló mini bölcsöde, egy régi használaton kívüli önkormányzati épületet újítottunk fel erre a célra, hamarosan átadásra kerül az is. Tehát úgy gondolom, hogy ez a település képet olyannyira befolyásolni fogja, ami még inkább vonzani fogja majd az ide látogatókat, hisz tudjuk, hogy történelmi múltunkból adódóan látogatott a településünk, és mi azért teszünk is, hogy ez fokozódjon, ez a látogatottság, és hiszem azt, hogyha ez így megvalósul, akkor ez egyre inkább vonzani fogja a turistákat, meg az ide látogatók számát.
többnyire topforrásokról beszélgettünk. A magyar kormány kiemelt prioritása a Magyar Falu Program, amelyben ugye első körben az 5000 fő alatti települések pályázhatnak majd. Vannak-e már tervek? Természetesen vannak tervek. Épp a napokban voltam egy ilyen polgármesteri egyeztető fórumon a Szolnok Városházán, és nyilván már kialakult elképzeléseink vannak, hogy ebből is pályázni szeretnénk, hisz 5000 alatti települések vagyunk. Nagyon szeretnénk bánhalmi külterületi lakott helyünkön út felújítást, illetve útépítést eszközölni ebből a forrásból. Szeretnénk sportlétesítményre pályázni. Az egyik egészségházunk is felújításért kiállt, tehát mindenképpen maximálisan szeretnénk kihasználni a lehetőséget, és ezzel is felzárkózni azokhoz a városokhoz, ahol esetleg ezek már megvannak, vagy éppen ők is ennek kapcsán szeretnének fejlődni. Jászhegy-Kun Szolnok megyébe is jelentős topforrások érkeztek. Eddig ugye a tervezési folyamatban voltunk, most már a kivitelezési, illetve az átadási folyamatok zajlanak. Hogy áll Jászhegy-Kun Szolnok megye? Pontosan a tegnapi napon vetettünk számot, és arra jutottunk, hogy 2018. december 31-ig 60 projekt átadására került sor. Összesen több mint 7 milliárd forint nagyságrendben. Az idei évben ez volt a második projekt átadó, amin részt vehettem. Tehát 62 lezárt projekttel rendelkezünk, 241 további támogatói döntésre rendelkező pályázat vár megvalósításra. Bízom benne, hogy a dömping az idei évben lesz, és ezen projektek nagy részét sikerül 2019 folyamán lezárni. Ezen keretösszeg kb. 46 milliárd forintos nagyságrendet tesz ki. Remélem, hogy a teljes megye fejlődni fog, és a következő időszak ennek az eredményeinek keretében fog zárulni. Következő időszakról beszéltünk, a topok lezáródnak, de érkezik a Magyar Falu Program. Ez mit jelentett Jászhegy-Kun Szolnok megyének, ahol nagyon sok 5000 fő alatti település található? A Magyar Falu Program keretén belül szintén februárban újabb pályázati kiírások jelennek meg, és a nyár végével bezárólag pályázhatnak az 5000 fő alatti megyei falvak. Nagyságrendileg én úgy becsülöm, hogy egy 4 milliárd forintos nagyságrendet a megyei településeknek sikerül megszereznie, és bízom abban, hogy idei évben ezen keret is nagymértékben felhasználásra kerül. Sőt, egy sikeres beruházás átadásán vagyunk túl itt Kenderesen. Ez a óvoda beruházás mit jelenthet Kenderes jövője szempontjából? Egy újabb lépés, hiszen Kenderes az utóbbi években fokozatosan fejlődik, újból azt a fényét fogja majd visszaszerezni, akár 60-70 évvel ezelőtt volt, és azt gondolom, hogy ez egy befektetés a jövőben, hiszen egy óvodát építeni, és itt mellette épül a bölcsőde is, az mindenképpen a jövőbe való befektetés. Hiszen azt mondják, hogy ha valaki fát ültet, az a jövőnek ülteti a fát, aki óvodát újít, a jövő generációjának fog mindenképpen jót tenni, és ezek a gyerekek, akik itt nevelkednek jó körülmények között, ők lesznek azok a generációk, akikre majd rá fogjuk bízni ezt az országot és ezt a várost is. Választókerületünkben több oktatási és nevelési intézmény is megújul. Hogy állnak most ezek a beruházások, ezek a fejlesztések? Hát az elsőket már sikerült átadni, nagyon sok van még folyamatban. Én azt gondolom, hogy egy új intézmény rekonstrukciós hullám indult el, nagyon sok építkezés van, és azt látom, hogy ezek már érnek is be, és szükség is volt rá, hiszen megszenvedte ezt a térség az elmúlt évtizedeket, és most úgy látom, hogy új aranykora lesz ennek a térségnek is. Indulnak a beruházások, indulnak a fejlesztések, és azt gondolom, hogy és ez még csak a kezdet, még ezeknek a csak kezdetén vagyunk. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.